Mérlegen a rengeteg drog, amit a rendőrök lefoglaltak Bonyhádon még 2020-ban, a kábítószer gyerekjátékok dobozaiból került elő. Néhány hónappal később, decemberben ugyanehhez az elkövetői körhöz kapcsolódóan újabb elfogások voltak, akkor Pakstérségében. Kiderült, hogy a négy kereskedő közül ketten közvetlen módon részt is vettek a kábítószer Hollandiából való becsempészésében. Azért buktak meg, mert az illegális anyagokat egy futárszolgálattal küldték haza. Menet közben viszont folyamatosan hívogatták a sofőrt, akinek az ügy gyanús lett, ezért belenézett a csomagba. Akkor vette észre, hogy rengeteg különféle drog van nála, Azonnal értesítette a rendőröket, akik végül az M6-os autópályán fogták el a két kereskedőt, csak hogy az egyikőjük menekülés közben elsodort egy egyenruhást, és több kocsit össze is tört. Az ügyben most született ítélet. Az első rendű vádlottat halmazati büntetésre ítélte, mivel bűnösnek mondta ki társtettesként elkövetett kábítószerkereskedelem büntettében és bódult járművezetés büntettében is. Ezért a bíróság 6 év 6 hónap fegyház ítélte, 300 ezer forint pénzbüntetés szabott ki vele szemben, három és fél évre bevonta a jogosítványát és 7 év közügyektől eltétásra is ítélte. Ez a vádlott találta ki, hogy a Rotterdamból csempészenek drogot. A szintén elítélt társa pedig kiutazott és átvette a szereket, valamint átadta a futárszolgálatnak azokat. Mivel ő már volt büntetve, ezért vele szemben a bíróság súlyosabb büntetést szabott ki, 8 év fegyházra ítélte őt, illetve 400 ezer forint pénzbüntetést is kiszabott vele szemben, valamint eltétotta a közügyek gyakorlásától is. Az ügynek két másik vádlottja is volt, ők mindketten kettő év tíz hónap letöltendő börtönbüntetést kaptak.